hivatásokkal gazdagodott a ferences rend. A 26 éve alapított magyar szerzetes rend a Szent Ferenc kisnővérei közösség két tagja, Mészáros Judit Ráhel és Szász Csilla Rita nővér tett örök fogadalmat a Miskolc Mindszenti plébánia templomban október 28-án. Isten ma is titokzatos módon szólítja meg az embert a szíve mélyén, és hívja a papi vagy szerzetesi hivatásra. Nagyon-nagyon arra fókuszáltam, hogy mi az, amiről lemondok, mi az, ami ebben nehéz. És szép lassan nyíltam meg arra, hogy mit kapok, hogy milyen bőségesen megajándékoz Jézus. Hogy nem csak lemondok valamiről, valakikről, hanem hogy őt magát kapom, és vele együtt mindent. Rita nővér nem keresztény családban nőtt fel, egyetemista korában tért meg. Az örök fogadalom letételéig hosszú lelki utat járt be. Az első fogadalom nem lezárult valami, hanem folytatódott tovább az a lelki út, az Isten egyre mélyebb megismerése egészen az elköteleződésig, és azt hiszem, hogy számomra a legnagyobb belső változást egy 30 napos lelki gyakorlat hozott, ahol egészen másképp ismertem, megismert Istent egészen közelről, egészen mélyes kapcsolatba kerültem vele. Olyannyira, hogy rendtársai, családtagjai és számos lelkipásztor előtt kérte örök fogadalomra bocsátását. Itt vagyok, íme Uram, szólítottál engem. A Szentmisét bemutató dr. Ternyák Csaba egri érsek prédikációjában ahhoz hasonlította a szerzetesi életet, mint amikor Szent Pál apostol, látva az Urat a vizen, ő maga is elindult a vizen járva. Jézus titeket is arra hívott, hogy lépjetek ki a vízre, mondta az örök fogadalom előtt állóknak. Titeket is az Úristen Jézus, a Mester arra hívott, hogy lépjetek ki, és ti az ő szavára kiléptetek a bárkából, és elindultatok ő felé. De azt is tudjátok, mindannyian tudjuk, hogy nélküle elsüllyednénk. Ő azonban, amikor elbizonytalanodunk, vagy elbátortalanodunk, akkor kinyújtja a kezét, és azt mondja, kis hitű, miért kételkedtél? Az örök fogadalmat tevő nővéreket és valamennyi szerzetest arra buzdította, hogy mindig töretlen hittel és hűséggel szolgálják az Urat. A homília után a szerzetesi élet lényegére vonatkozó kérdések következtek, majd a Minden Szentek litániája alatt a nővérek a földre borultak annak jeleként, hogy meghalnak a világnak, és teljesen átadják magukat és az életüket az Istennek. Ráhel és Rita nővér az általános előjáró Sebők Anna Mónika nővér kezébe tették a kezüket, és felolvasták a fogadalomtétel szövegét. Az előjáró pedig válaszul ezt az ígéretet tette. Fogadalmaidat elfogadom, és ha ezeket megtartod, a mindenható Isten részéről ígérem neked az örök életet. A nővérek a fogadalomtétel lezárásaként először a főpásztorral, majd a nővéri közösség tagjaival váltottak békecsókot. A szerzetesek elsősorban az Úrnak köteleződtek el, másodszorban csak a közösségnek. Ennek az elköteleződésnek a végleges formája az örök fogadalom, amikor a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség evangéliumi tanácsait egész életükre fogadják meg. A Szentmisét követően a nővérek minden jelenlévőt megvendégeltek.